Már mi is beszámoltunk róla, hogy a kormány elfogadta az idősek tanácsa javaslatát, és minden hétköznap hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között, illetve hétvégén szombaton és vasárnap 8 és 10 óra között bevezeti az idősek vásárlási sávját, amely kiterjed a pékségekre is. A karcagi pékségben kicsit szokatlanul fogadták a vevők és az eladók az intézkedést. A nyitvatartásunk az nem változik, csak az időkorlát lépett újból életbe. Hát én azt mondom, hogy erre elsősorban úgy kell reagálni, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat. Mert ahogy olvasom a kommenteket, nagyon egymásnak ugrott a két generáció. Úgyhogy most éppen azt kellene megoldani, hogy keressük a megoldást, és ne szidjuk egymást. Fel vannak háborodva a fiatalok, hogy azért nagyon kevés idő jutott nekik. Nyilván a boltban is észre fogjuk venni azt, mert reggel nagyobb forgalom van 11-től, vagy 9-től 11-ig viszont megáll az élet. Minél hamarabb kiszolgálni őket, és nem hergelni, hanem azt mondani, hogy legyünk nyugodtak, el kell fogadni, és próbáljunk alkalmazkodni hozzá. Az idősek zömmel reggel jönnek korán, és úgy délelőtt elszórtan. Mindent próbálnak megoldani, ha fiatalabb vevő jönne vásárolni, akkor természetesen a vevőtérben nem szolgálják ki, de a bolt elég kiviszik nekik a pékárút. Egyrészt nem is mindenki hallotta, hogy nem volt mindenki még tisztában azzal, hogy működik ez. Van, aki az óráját nem figyelte. Hát ilyenkor most még azt tudtuk csinálni ma, hogy maradjon kint, kívül a boltból, és kivittük neki az árut. Az idősebb vevők örülnek, hogy így is védik őket. Annyiból jó, hogy ha bemegyünk az élelmiszerboltba, mink vagyunk ott. De hát szerintem, ha beválik, mint a tavasz, akkor jobb lesz, nem? Reggel idejövök, megveszem a kenyeret, ami kell, meg ami van, plusz végeztünk 600. Kisebb bújok. Mikor én fiatal voltam, akkor reggel elmentem dolgozni. Dolgoztunk, kész, el van intézve. Most az a helyzet, hogy ugye lehet, hogy rosszul esik nekik, hogy ilyenkor nem ilyetnek vásárolni. El lehet hinni, különben. Szerintem megfelel, de sok értelmet látok, ugyanúgy lehet menni videóseknek, hogy egyébben. Mert csak olyan mesehabbal ködösíti, sokkal kevesebb, nem sokan vannak. Hogy sokan szoktak lenni, de most lényegben még felesítsa a többeknek. Én 68 éves vagyok, és hát van most mindegy, mikor megyünk. És ön betartja inkább a 9-11 közötti, vagy délután is jönni fog? Jó, még most mikor, hogy megyünk. Mikor van, nem minden nap megyünk. De van, hogy délután is azért elmegy vásárolni? Hát ha nincs megengedve, vagy nincs valami, akkor csak elmegyünk. Az időseket továbbra is arra kérik, hogy vigyázzanak magukra, kerüljék a zsúfolt, zárt tereket, és a bevásárláshoz lehetőleg kérjék hozzá tartozójuk, vagy akár az önkormányzat segítségét. Jelentősen kevesebb a vásárlók létszáma. Főként a fiatalok próbálkoznának, csak sajnos nem engedhetjük be őket az üzletből, meg kell várniuk a 11 órát. Volt belőle egyébként igen nyilván, aki egy kicsit nehezebben viselte, de azt mondta, hogy kisváros vagyunk, úgyhogy vissza fog jönni egy kicsit később. A délelőtti időszak az változó, olyankor jönnek a nyugdíjasok is, a 65 év felettiek, valamint a 65 alattiak, általában a délutáni időszak, amikor kiszabadul mindenki a munkahelyéről, akkor a fiatalabbak jönnek hozzánk.